Üdv mindenkinek, illetve Spárta üdvözöl mindenkit ismét. A drága közönségem nagy része ugyanis arra szavazott, hogy folytassuk ezt a végigjátszást, ami számomra döbbenet, hogy miért, de tiszteletben tartom kéréseteket. Úgyhogy... Ugye emlékeim szerint igen, itt hagytuk abba, nem fejeztem be a kört. A harci mennyétek épp helyreállnak a nagy csaták után, hogy majd aztán ide sétáljanak. A macska jelentségnek pedig az a dolga, hogy Apollóniához elérjenek, amit valahogy elvesztettek a rómaiak. Nagyszerű. Itt utálnak minket, mint a szart. Athénban legalább növekvő a közhangulat, bár még vagy javuló a közhangulat, bár nem vagyunk túl népszerűek. Itt viszont teljes az utálat. Nézzük meg, mit tudunk ezzel kezdeni. Fogd be a pofán. Köszi. Ja, a Conquest miatt. Jó, tehát fog ez szépen javulni majd. Lassacskán. Nagyon lassacskán. Azt hiszem ezzel ezt a körbe is fejezhetjük. És sos várjuk meg, amíg az 500 billió ellenfél által irányított figura elmozdul. Ott van egy Epirusi sereg. Apollónia megint római kezekbe került, aminek nem örülök. Egyrészt azért, mert ezek megpróbálkoznak azzal, hogy minket, velünk itt szórakozzanak, az kellemetlen lenne. Most azt csinálom, ezt a sereget visszaküldöm ide. Nem akarom őket megtámadni, mert hát ha visszafoglalják Apollóniát, ami persze valószínűtlen, de hát ha. Szerezzünk már két új katonát nekik. Hát, ha már itt tartunk, igazából nekik is lehet. Ja, nem tudok, mert ugyanabban a provinciában vannak, és ott már képzek katonákat, ez irritáló. De csináljuk akkor egy új sereget. Még pedig a paprika jöncsöket állítsuk vissza. Ta-ta! A megújult paprika jöncsök üdvözölnek mindenkit. És új technológiai bizbaszt kéne csinálni. Tax labor, miért ne? Igazából teljesen mindegy. Én legalábbis nem foglalkozom vele érdemben. Kémikben megérkezett ide, hurrá! Hey! Hey! Mi akarjátok megszávadni a paprika jöncsiköt, ti szemetek? A paprika jöncsik valami mindig megszívják. Vonuljunk vissza, mert még a város helyőrsége se tud nekünk segíteni. Meg ezért lehet, hogy elfogalnak egy város. Ja, nem megállnak ott. Az is egy opció. De utána viszont oké, ezeket le kell vadászni, mert irritáló szemétládai. Kaptunk is egy küldetést, hogy legyőzzük ezt a hülye sereget. Ez a sereg viszont... Nektek az a dolgotok, hogy tovább jöjjetek ide. Nektek pedig az lesz mondani, hogy visszagyertek, és nekik megmutassátok, hogy... ha a paprika jancsikkal szórakozol, akkor a macska jancsik megszivatnak. Hát egy érdekes csata lesz, mert nekik van lovasságuk, nekünk nincs. Magamtól ezt le nem játszanám soha, de nyilván a videó érdekében most másképp fogok tenni. Az ő egységeik, mint láthatjuk, nincsenek teljes erőn, mivel nincs egy városuk se, folyamatosan veszítenek katonákat. És ennek a seregnek annyi, valószínűleg Epirusnak is annyi lesz. A tény, hogy Apollónia nem a miénk, hanem Rómája, irritáló, nem is kicsit.
Na kérem. Hogy állítsuk fel csapatainkat? Ne üvöltsetek. Azt, hogy csinálj, lesz két egységünk, amit nagyon széthúzódva igazából a lovasság fent, feltartására szolgál. A többiek meg majd a maradék négy egység meg majd a... Nem kell szaladni. Meglátjuk, hogy ez mit ér. Apácska. A lovassági egységük van kettő. Nem, az egyik ijászokkal van megáldva, vagy legalábbis tárladobálókkal, vagy valamikkel. A másik pedig a tisztességes nehéz lovasság. Izgalmasan vonulunk. Közben ők átsorognak és várnak. Nem kell rohanni, ezt már elég sokszor elmondtam. Nem sietünk sehová. Gyerünk, gyerünk. Gyerünk, gyerünk, macska Jancsik. Előbb-utóbb biztos odaértek. Na, lassan megérkezünk. Hamarosan lőtávolságon belül lesz az egység. Mi nagyszerű. Ők beálltak egy kockába. Izgatottan várjuk, hogy történjen is valami. Nem kell rohanni. Nem tudom ők mit akarnak. Ha bel akarnak rohanni a láncsásaimba, állok eléve. Ha minden dobáláskor egy meghal, abban is benne vagyok. Ők nézve csak 44-en vannak. Igen, ez a lényeg. Nagyon vékony volt a lángzsásról, és egy kicsit át is törtek. Viszont mondanom sem kell, ettől még mégiscsak lovasok a lángzsások ellen, plusz jön az erősítés. Jó, ezen az oldalon nincsen lovasság, úgyhogy nincs is értelme őket így egy hosszú, vékony vonalba megtartani. Na most itt már nyerésre állunk. Nagyon nagyban megy a dobálásra, hölgyek urak. Túl sokat nem ér neki. Ne, próbálkod egy biztos értékelni. Na most jön a rohamunk. Ők nem tudom miért nem vonulnak, na most már visszavonulnak, amikor üldözzük őket, kicsit talán későn. Ja, hát ez fura nekik ilyenkor, ugye a skirmish mód általában sokkal jobban működik, az ilyen lángzsások, egyéb dobálós egységek általában automatikusan visszavonulnak, ha megközelíti őket egy gyalogsági egység, vagy egy bármilyen egység, ugye. Lehet, hogy őket hátba támadjuk, köszi.
nagyon fogják élvezni. Általában szokták. Nagyjából mindenhol nyerünk, és ezt jól látni. Nézzétek, ahogy nem láttok semmit, de mindenki nagyon döfköd mindenkit. Wuhuu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 
sebesség elfutott, felháborító. Mit csináltok? Ti miért csak álltok itt? Csak nincsenek is falak, szóval miért állok ilyen hülyén? Nekünk még dobálnak minket, és ez most fáj is nekünk. Valaki csinálna ezzel valamit? Ti miért hagyod, hogy... Ti miért nem vonultok vissza, ti szerencsétlen idióták? Nem értem különösebben, mi történik, és irritál. Na most remélhetőleg, hogy véget vethetünk ennek a hülyeségnek. Miért odafuttok, amikor itt van? Mi a... Mit csináltok? Nagyon okos emberek, mit csináltok? És te hova futsz? Nem értem, hol van ez az egység. Ugye erről beszélünk. A játék szintén itt vannak. Szerintem nem. Még... Ők azok, de ők elvileg nem futnak, pedig ezek az emberek nagyon látványosan menekülnek a csatatérre. Mi az Isten történik itt? Válasz azt, hogy fogalmam nincs. És most már tényleg nyerünk végre. Szerintem jóval több embert veszítettem, mint amennyit kellett volna itt. De a lényeg azt, hogy nyertünk, és nem értem, hogy itt mi volt ez a láthatatlan egység. Na ja, meglepően sok embert vesztettem ahhoz képest, ami kicsit szomorú. Nagyját ez az egy parancsok ijegység okozta egyébként, jegyzem meg. Ami jobb is, mint ami mondjuk a mi parancsok ijegységünket leszámítva bármi, ami a seregünkben volt. Nem, de esetre sikerre jártunk. Még élnek páron. Közben a seregnek lesz egy tradíciója. Ami meg egy ilyen statisztika növelés. Például az összes láncsás plusz 5%-ot sebez. Oké. Nem mondok nemet. Miért mondanék? Például tovább kéne őket üldözni majd. Csak jelzem. Kézben ez a szöveg pedig remélem készen áll arra, hogy megosomolja. Ja, még nem áll készen rá. Nem baj, majd a következő körben készen fog. Reméljük, hogy ti nem akarjátok levadászni a paprika jöncsiket, meg igazából nem nagyon mondnám hová menni. Meglátjuk. Dede! Disengaged! De hát visszavonulhatunk. Most kétségbe esetten próbálnak megtámadni mindent, de hát nyilván a városvédő sereg bőven elég arra, hogy őket kinyírja. Engedelmetekkel az annyira sima, hogy még csak lejátszani sem vagyok hajlandó.
Sally Forth, na ez is újdonság, egy ideje mi játszottam a játékot. Hát ez elég egyszerű volt. Hurrá! Van egy olyan beteges, pervers gondolatom, hogy támadjuk meg Rómát, mert ez vicces lesz. Hogyha végeztünk Makedóniával. Dolgok, hurrá! Ready for orders. Na jó, ez mi van? Na ilyen púpudeva. Megtámadni őket egyből nincs sok kedvem, baszott sokan vannak, én itt fogok ülni. Csendben várakozva valami fordulatra. Ha majd ők támadnak meg engem, azért az egy más kérdés. Mert ugye össze-vissza fognak jönni a seregek. Én legalábbis ebben bízom. Gyertek vissza Larissába. A macska Jancsikat pedig kezdjük el felépíteni, felkészíteni. Nekik majd az lesz a dolguk, hogy a krétai települést megszerezzék nekünk. Hieropitnál. Ez persze későbbre vonatkozik. Ehhez a sereghez pedig hozzávágjuk egy zsoldost. Mondjuk így anyagi szívásba vagyunk. Erre nem gondoltam. Erre egyáltalán nem gondoltam. Ready for battle. Akkor most még nem kezdek el egységeket gyártani a paprika Jancsikhoz, megőrzem ezt a pénzt. Nektek vannak csoldosaitok? Ha vannak, elküldjük őket. Ó, egy van. És ezzel már egy tök finanszírozható is az anyagi helyzetünk. Ezzel azért várni fogok még. Mert ugye ez a sereg előbb-utóbb úgyis nagy csatába kerül, ahol rengeteg embert elveszít. Hajrá, harci, menjétek, mi bízunk bennetek majd. Jó, bocsánat. És vessünk véget a körnek. Van egy sanda gyarom, hogy egy elég nagy csatának nézünk majd elébe. Hát ha itt ostromolni szeretnétek, az egy érdekes gondolat. Üzletelni szeretnének, és pénzt akarnak kérni érte. Bocsi, én majd igazából el akarom vinni a cuccotokat. Ugye ez nem baj. A baj is nem érdekel, hogy ez nektek nem tetszik, ezt őszintén meg kell, hogy valja. Fogva a pofád, kösz. Na szóval, hogy körönként veszítünk valamennyi embert, egyébként ők is, ők szépen itt beágyazták magukat. Három kör múlva a település feladná, úgyhogy készüljünk fel arra, hogy ők majd akkor megtámadnak minket. És szeretném, ha ide jönnétek, ha esetleg ők megszeretnének minket támadni itt. 25 pénzt bukunk körönként, az nem sok. Tényleg nézzük meg a diplomáciai helyzetet. Van-e valaki, akikkel tudnánk üzletelni? Mert az valószínűleg hoz majd nekünk némi pénzt. Egyiptomnak már kisebb, kevesebb kedve van hozzá. Nektek lenne, de veletek más terveim vannak. Róma? Anyád. Na mindegy. Ez át is lökött minket pozitív anyagi helyzetbe, ezt örömmel jelentem. Valószínűleg, ha most szereznék új katonákat, az le is nyomná negatívba, úgyhogy most nem fogok még mindig
paprika jancsikot szerezni. Legyen ennyi ez a kör. Elsősorban mindig a makedón hordák húzásra érdekelnek, de nem csinálok semmit az ég egyet a világon. Civic joga. Ó, Epi... Szerusz, random Epirus-i sereg. Visszaszereztétek a várost? Visszaszereznétek a várost? Ki ez? Mert ez nem Róma. Mi történt itt? Visszaszerezték. Hurrá, visszaszerezték a várost. Menjünk és szedjük el tőlük. De van olyan, hogy egyszerűen támadom ezt a flottát? Nem. Mik vannak itt? Jó, ezeknek még csak a helyőrség ellen sincs esélyük. Akkor a macska jöncsiket ismételten megbízom. De Epirusszal háborúba állok már amúgy is. Ugye? Ez nem változott meg, nem? Miért nem állok velük háborúba? Hát... Ezt nem értem. Lehet azt történt, hogy megsemmisültek, aztán van parasztlázadásban most visszatértek. És ezért nem vagyunk háborúba. Hát majd háborúba leszünk a következő körben. És akkor ez is egy gyors kör volt. Mert hogy hamar vége, korán véget érő. Ja, és kutassunk valami random baromságot, mit tudom én. Plusz cucc. Na, makedónoknak előbb-utóbb csinálni kell valami, egész egyszer kiéheztetem a védőket. Úgyhogy... Ez a sereg elég nagy és nem tetszik. Értem, hogy üzletelni szeretnétek. Most még lehet el is fogadom, mert hogyha ezek a csókák itt megtámadnak, kisebb dolgom is nagyobb lesz annál, mint hogy Knossos szigeti elmenje. Vagy Knossos ugye magyarosan, nem? Na bizony, kérem, meglettem támadva egy 64 fős sereg által, engedte... Mi? Ja, hogy mi segítünk nekik? Ó, ez a sereg itt most valamiért segít nekünk. De jó. Ebben nem szállnék be, mert semmi értelme. Nem értem pontosan, mi történik, de oké. És hogy miért tudtam én neki eldönteni, mit csináljanak. Egyre többen támadják meg Makedóniát, ugye most, hogy nincsenek túl jó helyzetben. Amíg én vagyok az egyetlen, akinek ebből haszna lesz. Elég sok embert vesztettem, jegyezzük meg, ugye, mint látjuk. De ők is, de ez a sereg kb. Nulla egysége van. És ez most egy kör múlva kiéheznének, úgyhogy biztos vagyok benne, hogy meg fognak támadni. Ez egy aggasztóan nagy sereg, és ez engem megtámad, szomorú leszek. Apollóniát szerezzük már meg magunknak. Elég sokan vannak. Úgyhogy itt is csak seggelni fogunk egyelőre. Nem tűnt úgy, hogy ennyire jelentős lenne a seregük. Na mindegy. A következő körben itt megoldódik majd a helyzet, és... az azt jelenti, hogy elkezdhetjük építeni a macska jöncsik seregét, itt pedig ne feledjük, nem ártana egy új dolgot építeni. Úgyhogy készüljünk fel a makedónok kétségbe esett kitámadására. És valamiért... hát nem azért garantált, hogy nyerek, mert ők ide beszálltak. 300 ember 3000 ellen, ezt engedelmetekkel nem fogom lejátszani. Na, ők meg itt nagyon szeretnének
kétségbe esettem bejutni a városba, hogy ha nincs semmi helyük, akkor nagyon-nagyon-nagyon-nagyon mindenhol megpróbálnak téged legyőzni. Csak hát általában esélyük sincs, úgyhogy ilyenkor kattingathatsz végig nagyon egyértelmű csatákon. Blibli. Úgyhogy aztán Makedóniának annyi. Ami jó. Nem azt mondom, hogy nem az. Hagyjál békén. Ó, betegség. És azt hiszem most, hogy megszereztük ezt a települést, ezt az epizódot én be is fejezem. Megjegyzem, a világ csodája. Miénk. Hét csodájának egyike. Meglátjuk, hogy hogyan tovább, emberek.